Sziasztok! Ez itt az Access Point Kft. Vlog 9. része. A következő két hónapban egy nagyszabású PTP összehasonlító tesztet fogunk bemutatni több gyártó termékeiből. Ebben a részben bemutatjuk a teszt helyszínét és mérési eljárásokat. A tesztszakaszunk az Access Point Kft. Telephelye és az Észtelekom egyik bázisállomása közt épült ki, ami Csepelen található. Ez a több mint 2 kilométeres szakasz pont ideális a tesztünk végrehajtásához. A teszt teljesen valósághű adatokat tartalmaz, mivel az egyik pontja egy most is működő, élő bázisállomáson helyezkedik el. -80-85 decibel környékén mozog a zajszintünk, ami átlagosnak mondható. Mivel különböző eszközöket fogunk tesztelni, ezért különböző módszereket fogunk használni a teszt során, tehát különböző csomagméretekkel fogjuk tesztelni az eszközöket. A TCP mérésünket most is az iPER program segítségével fogjuk elvégezni, mint hogy az előző részbe tettük. Az iPER-en kívül szerettük volna, hogy egy hivatalos mérőműszer is megerősíti a mérésünket, ezért az Equicom Kft.-hoz fordultunk segítségül. Az Equicom Mérés Technikai Kft. Vállalati és telekommunikációs ICT hálózatok mérés technikájával foglalkozik. Erre a célra egy pár műszer biztosítunk, ez az Exfo beszállítónknak a műszerpárja, ami IP Ethernet performancia mérésre alkalmas. Maga a műszer tulajdonképpen egy PC-s architektúrájú mérő platform, amire illeszthető egy IP Ethernet performancia modul, ami képes 10/100, illetve gigabit és 10 gigabites hálózatok mérésére is. A mérés során a használt műszerek terepi műszerek, tehát segítségükkel mostoha körülmények között is tudunk méréseket végezni. A mikrohullám összeköttetésen jelen pillanatban egy fizikai kapcsolatot fogunk tesztelni. Nagyon fontos tudni, hogy a kicsi és a nagyon nagy keretméreteknél hogyan viselkedik a hálózat. UDP alapú mérés. Tehát ennek segítségével ténylegesen a natív átvihető adatmennyiséget meg tudjuk mérni akár Layer 2-n, akár Layer 3-as kapcsolaton keresztül. És a mérési eredmények, miután a mérést elvégeztük, grafikus formában, illetve számszakilag is kiértékelhetők, és igény szerint riportolhatók, dokumentálhatók jegyzőkönyv formájában. Ez volt a Vlog 9. része. Jövő héttől kezdve elindul a tesztsorozatunk, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy értesüljetek az új részekről. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!